Na szavaztok! Azt mondja, hogy csináltam már a videó gyerekek egy kis patakfalvás videót. Na de, sajnos azt írta ki nekem, vagy 6 óra feltöltési idő, úgyhogy ez nem fog összejönni. De viszont a minap kérdezte tőlem az egyik srác, hogy 15-be is működik-e a füst mód. Úgyhogy most meg is nézzük, mert még nem próbáltam. Füst XML sor, le is töltöm, tehát úgy csinálom, mint ahogy kell, vagy hát érdemes nektek is. Ugye onnan töltitek le, azért csinálom így, mert megmutattam, hogy a videó alatt ott van a leírásban a link, onnan csak simán leszeditek, letöltitek, aztán slussz, elindítom a játék, várjál. Itt van a letöltésekbe, Exhaust Effect, ez Streamlabs, ja ez nem kell ide, ezt delettézem, ezt itt szépen megfogom, nem itt szoktam kicsomagolni, de mindegy, és így kicsomagolom, törőhetem is, kirakom az asztalra, úgyni, elindítom az FS17-et. Na, töltsé, töltsé. Ne bazsaváljál, töltsé. Aztán kiveszek innen a módosításokból egy traktort, tök mindegy, hogy melyiket választok, egyet random. Legyen ez a Fiat Agri? Legyen ez. Ezt letelepítem. Kicsit várok vele, nem tudom mennyi. Mindjárt kész. És nagyon le van lassulva az internetem. Aztán azért is vagyok most úgy vele, hogy nem tudom felrakni sajnos ezt a patakfalvás cucmánynudlit. Nem is fogom kivenni a főkönyvtárból, vagyis hát a módmappából, mert 17, mert fölösleges. Így kicsomagoljuk a gépet, az eredeti mappást, tehát ezt a zippet, ezt lehet is törölni, és akkor már csak ez a Fiat Agri marad. A Fiat Agri XML-jét megnyitjuk, és akkor itt megkeressük azt, amit keresnünk kell. Na nyisd meg ezt a izét, várj a másik monitorra nyitotta meg. Jó, Exhaust Effect. Ctrl-C. Itt beírod a keresőbe, hogy keresés. Ctrl-V. Itt van az Exhaust Effect. Ez egy, nekem egy olyan dolog ez az i3D, hogy ez egy mérföldkő. Innen indul hátrafelé az a sor, amit nekem mókolnom kell. Ugye, ez itt a szín, a color, a magasság, a szélesség, a scale, ezeket meg itt offset, forward, jó, backward, ezek minket nem fog érdekelni. A vége szerintem, ahogy nézem, mert ez már mind a izénra szól, a gázadagolás, meg kutyafasza. Nem is annyira tudom pontosan, hogy mi ez, de nem is annyira érdekel. Na, tehát a keresősort kikapcsoljuk, és akkor az i3D-től, ugye itt ez a parancsor, amit kaptatok ti is, ezt kinagyítjuk innen hátulról a macska köröm, várjál.
Ez a vége, igen. Tehát itt a izé a perjel, ahogy látjátok, a perjel és a kacsacsőr az nekünk nem kell, innen viszont kell nekünk egész az I3D-ig ez a szöveg. Ezt innen Ctrl-C-zed, ezt már be is zárhatod. És akkor itt is megnézed azt a négy felsorolt részt, amit kimásoltunk. Ezt a color, hol van, várjál. Minimum, igen, max RP, és akkor itt tartunk most, hogy... Na várjál, hátulról így beúzom így idáig. Ugye, hogy I3D. Jaj, de jó, hogy elnyomod, te hülye. Gyökér. Így. Már akarom mutatni nektek itt szépen, tehát, hogy itt beúzom középre, hogy az I3D-től jöttök, és akkor itt van az az első adat, ugye négy ilyen adatot másolunk. 2, 3, 4, itt az utolsó macskaköröm, és ide beillesztjük azt, amit kimásoltunk, ugye a minimum RP kolort, a maximum RP kolort, ezt a minimum RP scale-t, meg a maximum RP scale-t, és ennyi, tehát ezt kell helyettesíteni, ezt a négy cuszmány nudlit. A többit azt nem kell piszkálni, szerintem. Mondjuk 17-ben, 19-ben nem csináltam, de tapasztalataim szerint nem kell ezeket piszkálni. Aztán ott tartunk most, hogy ugye, hát aki akarja, az visszacsomagolja. Azt ugye mindenki tudja szerintem, hogy hogy kell. Attól archívum, zip, becsomagolod, ezt innen kivágás, hol van? Kivágás, egyet visszalépsz, ide beillesztés, és akkor ezt, amit kicsomagoltál, ezt törölheted is. Égyni, aztán be is zárhatod. 17-es Fiat Agrit, Agrinak a füstjét, akkor azt molesztáltuk át. Meg is nézem, hogy tudom én, könnyűn, Gold, Chris Wallin, nem, inkább a Sosnovskán nézem meg. Így. Itt van a Fiat Agri. Kicsit várok, hogy betöltsön. Már hát ugye ezt meg kell várni. Úgy. Elindítom a játékot, jó, nem érdekel minket a körbevezető, hogy hol található. Na, azt mondja, hogy a gépek között megkeressük a Fiat Agrit. Általában ugye a legutolsó szokott lenni. Hát itt most válogassak, úgyis csak izélni akarom. Ugye 180, ugye a lóerőn nem lehet. Alapértelmezett, keskeny gumi, hátsó ikerkerék, széles gumi, tervezés, ezeket, homlok, rakodó, csatoló, jó, nem érdekes most, és akkor kibérlem, mert most megvenni nincs pénzem. Úgyni, aztán beleugratok, hopp! És ahogy látjátok, várja, hang, géphang nem túl hangos, de működik. Lényeg az, hogy ez is szépen kormol. Így, és akkor várjál a... Megnézzük a logot, hogy nem-e csináltunk valamit rosszul. De nem. Jól van. Így. Nem hoz rá errort, nem hoz rá warningot. Tehát a logba sincs hiba. Úgyhogy ennyi. Ennyi a művelet. Szépen kormol itt is. Tehát működik 17-be is. Valószínűleg 19-be is ugyanez a technika. Ez szerint kell megcsinálni. Hű, ez a fiatal is árvédő nélkül van. Azt nem is néztem, mert azt hiszem
22-ből csárvédős. Ha jól gondolom. Így. Ja, kilépés a játékból. Azt ennyi is kacok, ennyi tudtam megint csak segíteni a kezdő, hogy is mondjam, azoknak, akik ugyan hasonló módon próbálnak koklerkedni a módokkal, mint ahogy én, hogy egy kis játék élményt, vizuális élményt nyújtó módosításokat tudjon végrehajtani némelyik módon. Mert ez végül is csak egy kis vizuális élményt hoz. Ugye kicsit olyan tetszetősebbé teszi a járműnek a füstölését, hogy füstöl, kormol picit jobban. Csodát nem csinálsz vele, de mégiscsak javít a látványon. Na hát remélem tetszett ez a rész is, aztán dobjatok rá egy lájkot, ha gondoljátok. Visszavárlak titeket a következő része is, holnapi napra már föl lesz töltve a patakfalvás folytatás, amiben nem fogom elárulni, hogy a mi létező műtrágyázni való rész, azt én le fogok benne mindent műtrágyázni, plusz nekiállok vetni a földemet, meg megint csak szenvedek a izéval, a cosplayvel, meg szántok, meg ajajaj, hát gyerekek, még jó, hogy nem mondtam erről semmit, de hát holnap az lesz. Na, jók legyetek, szevasztok!